nagyon sok lemaradásunk van még az előttünk járó országokkal szemben, de ez a lemaradás ez meg se közelíti például a férfi labdarúgásnak a lemaradását. Egy hete Elek Gábornál, az FTC Rail Cargo Hungária bajnok női kézilabda csapatának edzőjénél jártunk, most pedig Dörnei Balást, női labdarúgóink sikerkovácsát látogattuk meg. Vajon ő már megszokta a kupa győztes bajnok csapat edzője jelzőt? Próbálgatom izlegetni, ugye a Gábor által azért nekem most van tapasztalatom, azt hiszem, hogy pontosan annyi időt várt rá, mint én 8 évet, úgyhogy egy kicsit párhuzamba mentünk, neki előbb sikerült egy pár nappal, de nem hiszem, ezért meg fogok rá sértődni. A mi kapcsolatunk egyébként elég régi, a Szászrombattán kézilabdázott, ahol én egyébként élek, és nagyon sok szép sikert élt meg ott, úgyhogy régi a barátságunk, ezután is gratulálok nekik. Most már azért kezdjük felfogni. Olyannyira, hogy ugye átestünk a ló túloldalára, az azt jelenti, hogy már dolgozunk azért, hogy az újabb sikereket elérjük. Közben persze azért még fel kell készülnünk a bajnok ligája selejtezőre augusztusban. Folyik a csapatnak az építése, újjáépítése, ugye játékosok érkeznek, mennek, ilyenkor ez mindig így van. De ez a mi életünk együtt jár, úgyhogy próbálunk a lehető legtöbbet profitálni az eredményekből, és abszolút azért dolgozni, hogy jövőre meg tudjuk ismételni ezt. Az volt a fő célunk, hogy ezeknek a lányoknak olyan szintű fizikai fejlődési lehetőséget biztosítsunk, amellyel egyértelmű fölényben tudunk lenni a hazai vetélytársakkal szemben, kondicionális téren, illetve úgy jussunk el a bajnokság végére, hogy a lehető legkevesebb sérült játékosunk legyen. Ez azt jelenti, hogy ennek a bajnokságnak van egy egészen speciális versenykírása. Itt az utolsó két hétről szól minden, tehát nekünk úgy kellett készülnünk, mintha egy ilyen két vagy három mérkőzéses bajnokok ligája döntő lenne a szezon végén. Ez szerint raktuk össze a felkészülésünket, minden meccset felkészülési meccsként értékeltünk, illetve akként is éltünk meg, vagy játszottunk le, és egyetlen egy célunk volt erről, az utolsó két hét a top formában legyünk. Ez úgy gondolom 99%-os eredménnyel meg is valósult. Az az 1% talán a 11-es párbaj, vagy addig húzódott, de igazából ugye azt szokták mondani, hogy az már lútri, az már szerencse dolga, de 3-11-es párbaj csak szerencsével nem lehet megnyerni. Ezzel abszolút egyet tudok érteni. Ez azt jelenti, hogy ezek a játékosok mentálisan nagyon felkészültek voltak. Tehát az, hogy valaki megnyer egy 11-es párbajt, az nyilván lútri. Talán még kettőt is tudsz nyerni, úgyhogy hogy nagyon jól totózol közben, de az, hogy hármat nyersz, abból az első kettőt úgy, hogy nem hibáznak a játékosaid, és ez a bajnoki döntőről szól, tehát a bajnoki címről szól, amire készül ez a csapat 6-7-8 éve, ki mióta van itt, az azt jelenti, hogy a gyerekek fejben nagyon rendben voltak, és én közben azért hallgattam nyilatkozataikat most már elég sokat, hogyan nyilatkoztak a meccsekről. Annak ellenére, hogy büntető párbaj döntött, egyetlen egy játékosnak sem volt egy fükarszni kétsége sem a felő, hogy nyerni fogunk, még a büntető párbajok előtt sem. Tavaly ilyenkor körülbelül kért föl Dörnyei Balázs vezetőedző, hogy stábmunkáját segítsen az erőléti vonalon. Én ezt örömmel elfogadtam, a lányok nagy lelkesedésre vetették magukat bele a munkába, ami azért a labdás dolgokhoz képest egy elég száraz dolog, de én láttam, hogy mennyire eltökéltek, és tényleg maximális koncentráció végzik a gyakorlatokat, úgyhogy én örültem ennek a felkérésnek, mert nyilván motivált az is, hogy azért először bajnokságot nyerni a Ferencváros női csapatával, az egy óriási dolog lenne, és szerencsére sikerült ezt elérni. Azt mondom, hogy a lányokat jó alapokkal tudtam megkapni, amire aztán utána úgy tudtunk folyamatosan építkezni, hogy az volt a cél, hogy minél kevesebb legyen a sérültünk, minél tovább tudjuk top formában, hosszú távon a pályán tartani a játékosokat. Azt gondolom, hogy ennek a legjobb bizonyíték a döntő, ahol úgy álltunk ki, hogy sajnos volt a játékosunk, aki sírt a folyosón, mert nem fér be a keretbe se, míg az MTK-nál pedig 4-5 komoly sérült is volt, aki nem tudott pályára lépni. Tehát nyilván akkor végzi jól az erőléti edző munkáját, hogyha kevés a sérülés, és a sportolók nagyobb magasabb szinten tudnak teljesíteni. Én úgy gondolom, hogy ez sikerült. Most egy olyan két hetet élünk meg itt a bajnoki döntő után, amikor rengeteg figyelem a média felé és rengeteg figyelem vetű ránk. A klubvezetőink is még az eddigieknél is jobban figyelnek ránk. Ugye majdnem 2000 ember volt kint a bajnoki döntőn, és női labdarúgó mérkőzésről beszélünk. Tehát nagyon sok férfi NBA-s csapat úgy gondolom megirigyelni ezt a nézőszámot. Televíziós közvetítések voltak, én úgy gondolom, hogy a női futball elkezdett felfel arra szolgatni az úton, úgyhogy ezerre kell dolgoznunk kell, investálni kell ezekbe a gyerekekbe, nevelni kell őket, dolgozni kell velük rengeteget, és be kell járnunk azt az utat, amit elég rendelt a sors.
Infrastruktúrálisan úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ebben vagyunk a legközelebb az európai élethez. Ugye beszélgettetek az előbb Pozsonyi Zsolt területi edző kollégámmal, egy parádés edzőterem épül nekünk a törekvésen, a mostani Kocsis Sándor Sportközpontban Kőbányán. Ott nekünk rendelkezésre állnak apartmanok, ahol el tudjuk helyezni a játékosainkat, egy gyönyörű műfős pályánk van, ennél több jelen pillanatban nem kell, tehát lehet csúcstechnológia gépeket vásárolni, de nincsen értelme ebbe beruházni. A játékosainknak a nagy része ösztöndíjat kap Ferencvárostól, tehát tisztességesen bérezésben részesül, de inkább ösztöndíjnak hívnám ez a jó, hiszen tanulókra van rossz szó nagy részt. A lányoknál ebben mindenképpen óriási dolgok előre tudtunk lépni a finanszírozás terén, illetve maga az, hogy most egy szinte fejjel lépünk, ugye az európai mezőnyben is bemutatkozhatunk, ez pedig a tapasztalatszerzésnek nyilván egy új szinter lesz. Fiatal csapatunk tehát a Bajnokok Ligájában is megmutathatja magát. Selejtezős csoportbeli ellenfeleinket még nem ismerjük, de a szakmai stáb már minden lehetőségre felkészült. Nyilván egy olyan 30 darab ceruzát elkoptattam már, csináltam a csoportokat, hova lenne jó menni, kivel lehetne játszani, melyik a legerősebb csoport, melyik a leggyengébb párosítás. Igazából ami kijött nekünk, nagyon vegyes lesz, az biztos, hogy miután harmadik kalapban vagyunk, előttünk két nagyon erős csapat lesz, utána meg nyilván egy gyengébb csapat lesz. Ugye idén változott a lebonyolítás, most csak a 8 csoport első fog tovább jutni, tavaly azért, mert a másodikaknak is volt esélye. Nyilván ez azt jelenti, hogy erősödött a mezőny, mert hát ugye fejlődik a női futball, és ezt az UEFA-nál is figyelembe veszik. Most 24 csapat van a főtáblán. Én azt hiszem, hogy egy kisebb fajta csoda lenne most oda fölkerülni ezzel a fiatal csapattal. Tudjátok jó, hogy itt nagy rész gyerekek játszanak még mindig, és lehet, hogy ez a csapat még csak fiatalodik, hiszen fiatalok jönnek föl a második csapatból is. Ha most eljutunk a főtábláig, akkor az egy óriási eredmény lenne, nem elvárható ettől a csapattól, de igazából a bajnoki cím sem volt tervezhető. Ha esetleg lesz rá esélyünk, ugye a harmadik mérkőzésen még azért játszunk, hogy főtábla kerüljünk, akkor azt idén kell megragadni majd a csoportmérkőzések során. Azzal, hogy bajnokságot, kupát nyertünk, egyrészt vonzóak vagyunk más játékosok számára, vagy vonzóbbak lettünk más játékosok számára, de a mi játékosainkat is szívesebben keresik. Ami örömteli, hogy egyértelmű olyan csapatok keresik a játékosainkat, nyugat-európai profi csapatok, amik egy vagy két szinten magasabban vannak egyelőre, mint mi, tehát ez valamilyen szinten büszkeséggel tölt el. Az egy másik kérdés, hogy nyilván őket próbáljuk pótolni, erre van lehetőségünk a saját utánpótlásukban, hiszen rengeteg tehetséges gyerekünk van, onnan fogunk majd meríteni, illetve mondom, hogy megnőtt az ázsiója a Ferencvárosnak, főleg a környékbeli országokban, úgyhogy folyamatosan jelentkeznek hozzánk olyan sportolók, akik előrelépési lehetőségként élik meg a Fradit, illetve akik itt vannak külföldi játékosaink, azok egyértelműen pozitívan nyilatkoznak rólunk, így nyilván sokkal egyszerűbb adott esetben utódot keresni majd hozzájuk, ha ők távoznak tőlünk. Ugye most szünet van a lányoknak, tehát van egy 3-4 hetes bajnoki szünetünk igazából, hogy pihenhetnek, és ez az időszak az, amikor én fel tudom, tudok időt áldozni arra, hogy egy kicsit a fejemet tágítsam és tanuljak, mert nyilván az, hogy a csapat fejlődjön, az arra van szükség, hogy elsősorban az edző fejlődjön, és mindig új impulzusokat, új módszereket tudjunk bevinni a lányok fejlesztésébe. Úgyhogy ez most arról szól ez a 4-5-6 nap, amit erre tudok szállni, hogy egy kicsit én is próbálok fejlődni, és egy magasabb szint követelmények megfelelne majd, hiszen ahogy a csapat fejlődik, úgy nekem is követnem kell ezt az utat.